A Magyar Asszonyok Érdekszövetségének célja és feladata, hogy a keresztény értékrend mellett védjék a családokat, a nőket, a gyermekeket, valamint őrizzék a nemzeti identitást. Ezek mellett az adománygyűjtések és az elismerések is fontos szerepet töltenek be a szövetség életébe. Az ENSZ közgyűlése 2007-ben határozott arról, hogy október 15-e a vidéki nők napja legyen, aminek a célja, hogy felhívják a figyelmet a klasszikus vidéki értékrendre és az ott élő nők helyzetére. Ennek jegyében adták át idén is a Vidéki Nők Magyarországért díjat, amelyet a szövetség alapított. Szőnyi Kinga elnök ezzel kapcsolatban elmondta, hogy mindig olyan szemét választanak ki, aki leginkább magáinak érzi ezeket az értékeket, és ezek alapján is cselekszik a mindennapokban. Nyitott szemmel járunk a nagyvilágban, de ez kevés, hiszen nem ismerhetünk a különböző területeken működő nagyszerű asszonyokat. Most asszonyokról beszélek kizárólag, illetve nőkről, mert hogy a mai díjat adunk, a Vidéki Nők Magyarországért díjat kizárólag nők kaphatják, de vannak olyan díjaink is, amelyeket férfiak is, de akkor most nőkről beszéljünk. Általában mindig vannak segítőink a különböző vármegyékben. Itt is most Stumpf Marika személyében és polgármester úr személyében nagy segítőre találtunk. Nem első alkalommal vagyunk itt, hiszen itt voltunk már a Magyar Családokért díját adónkon is, akkor is nagy segítségünkre voltak. Idén a Vidéki Nők Magyarországért díjat Kőhalminé Bodnár Judit vehette át. Kőhalminé Bodnár Judit a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum Szakképzőiskola és Gimnáziumban turisztikai szakon oktatott, majd vállalkozóként folytatta munkásságát, amellyel sokat tett és tesz a városért, hangzott el a méltatásban. Ha valaki végighallgatta a laudációját, akkor nem is tud hirtelen, ha csak azt mondanám, hogy három olyan értéket kéne, hogy felvillancson az emlékeiben ebből a csodálatos laudációból. Ami nekem megmaradt, az a lányának a gondolatai az első. Én akkor elolvastam a laudációt, amikor a felterjesztés megtörtént. Ugye ez volt a számomra a legszimpatikusabb, amikor azt mondtam, hogy csak ő, ha valakiről így tud beszélni a lánya. Na de, hogy miről is beszélt a kislánya, aki már azóta édesanya, hogy egy olyan értékrendet kapott, olyan hitet kapott, a lokálpatriotizmust is, a nemzeti identitását, a magyarságát mind az édesanyja útmutatásai alapján tudta megélni, és tudott kiteljesedni ebben. Én egy olyan rendezvényre voltam hívva, aminél én éppen 27 évig a déli terítést végeztem, és én soha nem vettem részt az anyanyelvi verseny mögötti nagyon fontos műsoroknak, a versenynek, és az esküvési különböző programoknak. Úgyhogy most azt gondoltam, hogy 27 év háttér után eljövök, és egyszer megnézem, hogy mi történik itt ilyenkor, és tényleg egy fogalmam se volt, és az az igazság, hogy menet közben se gondoltam, csak néztem, hogy milyen szép a méltatás, de én nem gondoltam, hogy rám vonatkozik. Az elismerést a Magyar Nyelv Múzeumában az Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny országos Kárpát-medencei döntőjének ünnepi programján adták át.